Kedves nézőink, új rendeletet alkotott az Ajkai Önkormányzat a közösségi együttélés szabályairól. Erről hallhatnak a következő stúdió beszélgetésben. Köszöntöm a stúdióban Szente Szabolcsot, Ajkaváros közbiztonsági referensét. Jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket! Szente úr, miért volt szükség erre az új rendeletre, hiszen a közösségi együttélésnek eddig is voltak írott és iratlan szabályai? Hát alapvetően a szabálysértési törvény, a új szabálysértési törvény hatályba lépésével kezdődött ez a történet. Ugye korábban az önkormányzatoknak volt arra joguk, hogy saját helyi rendeletekben szabálysértési tényállásokat állapítsanak meg. Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével ez a joguk megszűnt. Az összes ágazati rendeletünknek ezen rendelkezéseit hatályon kívül kellett helyezni 2012. május 31-ével. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg érvényben lévő rendeletünk a közterületek használatáról, kertjavar hulladékégetéséről, temetők használatáról szóló rendeleteknek nem volt olyan rendelkezése, amely alapján az abban foglalt szabályok megszegőivel szemben az önkormányzat el tudott volna járni. Ezt pótolta most az önkormányzat, most már mint közösség együttélés alapvető szabályai megszegőivel szemben alkalmazható szankciókat tartalmazó rendelet. Ez a rendelet különböző területekre és tevékenységekre terjed ki. Röviden nézzük végig, azt hiszem, hogy nem ez haszontalan, hogyha nézők is értesülnek róla, hogy mire kell ügyelni. Például a közterület használatával kapcsolatban. Itt néhány tevékenységet kiemeltem, például az utcai zenélés tilos, tóban kutyát fürdetni tilos, hajléktalanoknak a városközpontban élni életvitelszerűen tilos, úgy gondolom, hogy ezek így benne vannak. Igen. Melyek még azok a főbb pontjai ennek a rendeletnek, amit érdemes tudni? Hát a rendelet megalkotása, akkor figyelembe vettük a saját tapasztalatainkat, a lakosság részéről beérkező észrevételeket és panaszokat, és próbáltuk ezt ilyen egységet szerkezetbe összefogni, ezeket a magatartási formákat, amelyek zavarják a város lakosságát. Tehát innen az utcai zenélés, vagy a az utcai zenélés, a hajléktalanok életvitelszerűen közterületen történt tartózkodás, ez mind a lakosság részéről bejövő panaszok eredménye, valamint az önkormányzat dolgozóinak tapasztalatai. Azt mutatják, hogy ilyen irányba kellett ezt a rendeletet ugye formálni. Nagyon fontosnak tartom még az ebtartók figyelmét felhívni arra, hogy ez a rendelet szabályozza, hogy a hatályba lépésétől, amely megtörtént május 4-ével, a rendelet hatályba lépése, közterületre csak pórázon szabad kutyát kivinni, sétáltatni, vagy futtatni. Az új közterületek használatáról szóló rendelet, amit szintén most fogadott el az önkormányzat, tartalmaz egy 3-as számú mellékletet, amelyben a város területén több kutyafutató van kijelölve, a gazdák, a tulajdonosok ide tudják a kutyáikat mozgás igényük kielégítése véget vinni. Ezt tudják a gazdák, hogy hol vannak ezek kutyafutatók? Vagy természetesen ezek a rendeletek Ajka város honlapján bármelyik rendelet elérhető, abból tudnak tájékozódni a kutyatulajdonosok, a lakosság, és javaslom is mindenkinek, hogy főleg ezt az új közösségi magatartásokról szóló rendeletet tanulmányozzák át. Tó is egyébként, tó környéke beletartozik a tilalmi zónába, tehát természetesen, ugye a rendelet Ajka város közigazgatási területére terjed ki, a tó környéke is. Tehát ott se lehet elengedni a kutyusokat, nem csak lehet, úgy póráz nélkül. Amennyiben tudom, és itt beszélgettünk is róla a felvétel előtt, hogy a kórház parkolójában is most elég kaotikus állapotok vannak. Lesz változás ebben? Igen, hát ugye, hogy az önkormányzat kiterjesztette a fizetős parkolási övezetet, így most az autótulajdonosok a kórház parkolót célozták meg, mint ingyenes parkolási lehetőség, hogy akik ingáznak esetleg a városrészekből, más településekről innen mennek tovább busszal, vonattal dolgozni. Ugye megtalálták ezt az ingyenes parkolási lehetőséget, itt elég nagy problémák adódnak, tele van a parkoló gépjárművekkel, és sajnos azt tapasztaljuk, hogy a gépjármű tulajdonosok egy része már zöld területet foglal el, ami ugye rendeletünk értelmében ugye büntetendő cselekmény. Emiatt az önkormányzat úgy döntött, hogy megállni és várkozni tilos táblát helyeztet ki a közútkezelővel, amely tábla
hatája ki lesz terjesztve az útpatkára is, tehát az zöldterületre is ki lesz terjesztve, hogy ugye ez a parkolási anomália megszűnjön. Mind a mellett a tehergépjármű vezetőinek sincs jó hírem sajnos. A régebbi közterület használatára szóló rendeletünkben ez a terület ki volt jelölve tehergépjármű parkolásra és autóbuszok parkolására, de ugyanivel az önkormányzat ezt a területet értékesítette, a régi rendeletből ez kikerült. Most ezt nyomatékosítandó egy súlykorlátozó tábla is kihelyezésre fog kerülni. A 3,5 tonnát meghaladó ösztömegű gépjárművek, buszok, vontatványaik nem parkolhatnak. Tehát akkor a parkolóban. Kamion parkoló megszűnik a kórháznál, igen. A kórház előtt. Azt hiszem, hogy érdemes beszélnünk a reklámok, falragaszok hirdetmények elhelyezéséről, szintén rendelet tartalmazza. Nyilvánvaló, hogy mindenhova nem lehet, mindenfélét nem lehet. Erről ha néhány szó szólna. Hát igen, a hirdetményekkel kapcsolatos szabályozás is a régi szabálysértési törvényben volt bent. Ezt önkormányzati szinten nem kellett szabályozni, de az új szabálysértési törvényben már nem került be. Ugye biztos a lakók is tapasztalják, hogy Ajka város területén talált a buszmegállókra elég sűrűn elhelyeznek ilyen rendezvényekre invitáló plakátot, amely jelentős költségeket, amelynek eltüntetés jelentős költségeket okoz az önkormányzat számára. Azért volt szükséges, hogy ezt a dolgot ugye meg tudjuk szüntetni. Felvesszük a kapcsolatot a rendezvényszervezőkkel, amennyiben ilyet tapasztalunk. Én személyesen is, kollégáim is átküldik nekik azt a listát, amely a városban található kihelyezett hirdetőtáblák címét tartalmazza, ahova ingyenesen elhelyezhetik a hirdetéseiket, nem kell érte fizetni, kivéve a választási kampány időszakát, mert akkor csak a pártok használhatják. Ezért volt erre szabályozásra szükség. Eszembe jutott az, hogy például sokszor látni villanyoszlopokon, esetleg éppen buszmegállókban olyan hirdetményeket, hogy elvesztek kutyusok, például keresnek valamit, akkor akik ezt kiragasztják, szintén szabálysértés követnek-e? Igen, a szigorúan vett értelme, igen, próbáljuk az ilyen hirdetményeket kicsit toleránsabban kezelni, azonnal nem hívjuk fel a tulajdonost vagy a hirdetőt, hogy távolítsa el ugye a buszmegállókról, próbálunk egy kis türelmi időt hagyni, kicsit toleránsabbak lenni a hirdetőkkel szemben, de nem is velük van probléma. Tehát inkább a nagyobb rendezvényszervezőkkel, tehát veszprémi szórakozóhelyek, balatonfüredi szórakozóhelyek, tapolcai, sümegi szórakozóhelyek, akik hatalmas méretű plakátokat helyeznek ki a buszmegállókra, és ebből van inkább nagyobb probléma. Itt a közterületre visszatérve még egy kérdés erejéig, nyilvánvaló az, hogy bárki bármit fölállít, vagy csinál a közterületen, az engedélyke. Ugye, tehát gondolok itt arra, hogy akár bármilyen elárusító bódét, sátrat, helyet, rendezvényhez való pavilon fölállít. És itt egy érdekes részt olvastam a rendeletben, hogy 10 centinél nagyobb helyet foglal ez. Valóban így? Hát igen, a közterületek használatához érvényes bérleti szerződéssel kell rendelkeznie, aki szeretné ezt igénybe venni. Ez ugye arra vonatkozik, ez a 10 cm, hogy benyúlik a közterületbe, tehát épületről ezekre igen bérleti szerződést kell kötni, ezekre is. Tehát bármi az épületből kilóg, hogy így mondjam, arra már kell bérleti szerződés. Ajka helységnév címer zászló használatával is foglalkozik a rendelet. Ugye engedély nélkül nem lehet ezt használni semmilyen módon, és felmerül bennem szintén az a kérdés, hogy például, ha valaki a névjegyére, sajátjára rányomtatja Ajka címerét, akkor szabálysértés követel? Igen, hát ugye Ajka város zászlának és címerének használatát az a képviselőtestület engedélyezi, Ajka név használatát nem szabad, tehát ez is tiltott dolog. Ilyen is. Ki ellenőrzi ezt, és ki bírságolhat, és mennyire? Magának a rendeletnek a szankció része ugye két részből áll. A közterületfelügyelők a helyszínen 5-től 50 ezer forintig terjedő pénzbírságot szabhatnak ki. A másik része pedig az úgynevezett közigazgatási bírság, amely elsőfokon jegyzői hatáskörben van, 200 ezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabására van lehetősége Ajka város jegyzőjének, amennyiben bejelentés érkezik, olyat észlelünk, amely ugye a rendeletbe ütköző magatartást valósít meg. Tehát összegyűlően a cselekmény súlyától, nagyságától függő. Szerintem lenne-e még olyan része esetleg, ami szeretne kiemelni itt a rendeletből?
Én azt tudom javasolni a város lakosságának, hogy tanulmányozzák a rendeletet, mert ami problémák szoktak, ami gondot szoktak okozni, az ugye kutya sétáltatás, akkor a kerti hulladék égetés, amelyet ugye nem mindig szoktak betartani az időszakokat, meg még egy másik probléma, amit szintén szabályoz a rendeletünk, mostanában nagyon sok elhagyott gépjárművet találunk Ajka város területén, tehát értem ez alatt azt, hogy lejárt a forgalmi, nincs műszaki engedélye, nincs hatósági jelzése, vagy esetleg balesetben olyan módon sérült, hogy az ugye a közúti forgalomban való részvételét nem teszi lehetővé. Eddig ugye felszólítottuk a tulajdonosokat, és hát örömmel mondhatom, hogy 99%-ban a felszólításoknak és a közterületről történő eltávolításnak eleget tesznek, de e rendelet hatályba lépésével erre a területre is vonatkozik, hogy bírságot, közigazgatási bírságot szabhatunk ki, tehát a gépjárművet elszállítjuk közterületről az üzembetartó költségére, amit őriztetünk, ez mellett bírságra is számíthatnak, akik felszólításnak időben a megadott határidőig nem tesznek eleget. Ön említette, hogy a rendelet Ajka város honlapján, interneten megtekinthető, elérhető. Meg fog jelenni nyomtatott formában, hiszen nincs mindenkinek internet elérése? Hát Ajkai Szóban fog egy cikkerről majd megjelenni, ha jól tudom, az E-heti számban, ahol szintén tájékoztatjuk a lakosságot a közelmúltbéli változásokról. Kis türelmi időt hagyva, hogy mindenki ezt tanulmányozhatja, felkészülhessen rá, és ezeknek a magatartás formáknak meg tudjon felelni. Szenda úr, köszönjük szépen! Szívesen!